Szombat délelőtt a kalocsai érsekkertben felállított szabadtéri színpadoknál többen gyülekeztek a koncertek és zenés produkciók előtt. Volt, aki családdal érkezett, és a zenés-táncos produkciókat várta a legjobban. Talán az esti koncerteket és az esti Magyar Néptánc Együttesnek a bemutatóját. Közben a baráti társaságok főzni kezdtek. A bográcsoknál incsiklandozó illatok szálltak, az ételeket pedig bárki megkóstolhatta. Egy volt bennük a közös, a kalocsai őrölt paprika. Font Sándor Bács-Kiskun megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője is kivette a részét a főzésből. Ő egy borjúpaprikást készített 25 kg húsból. Azt mondta, a paprika piknik a térség szempontjából fontos rendezvény, amely felhívja a figyelmet arra, hogy itt termesztik az ország legjobb minőségű paprikáját. Nagyon fontosnak tartom, hogy a tárgyilagosság, az őszintesség és a szakmaiság föltétlen kell ahhoz, hogy ez a termesztési környezet megmaradjon, szenzációsak az adottságok Kalocsa környékén, ezt mindenki tudja, és hogy a hírnév is párosuljon, hogy igen, ha én kalocsai paprikát veszek, akkor az a legjobb. Ezt kell a magyar fogyasztók fejébe elültetni. A háromnapos rendezvény lebonyolításáért felelős Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. Célja az volt, hogy olyan márkát építsen, amely az ország egyik legjobb gasztrofesztiválja közé emeli a kalocsai programsorozatot, mondta el Zsikó Zoltán, ügyvezető igazgató. Ha a gulyásról, vagy a pörköltről, vagy a paprikás ételekről beszélünk, úgy általában, akkor mindenki azt gondolom, hogy Magyarországra fókuszál. Viszont ha a paprikáról beszélünk, akkor mindenki Kalocsára fókuszál. Tehát tényleg minden adottsága megvan a településnek ahhoz, hogy kitűzzük magunk elé reálisan azt a célt, hogy ez a rendezvény az Magyarország 5 legnagyobb gasztronómiai fesztiváljai között kapjon majd a jövőben helyet. Filvig Géza Kalocsa polgármestere kifejtette, mindent elkövettek annak érdekében, hogy egy minőségi programot állítsanak össze, ahol minden korosztály megtalálhatta a számára érdekes szórakozási lehetőséget. A paprika piknik helyszíneire pedig a szabályok miatt csak védettségi igazolvánnyal lehetett belépni. Ahogy ígértük, minőségi szórakozást a kalocsai embereknek, ezt a lehetőségét megadjuk ezzel a mostani programmal úgy, hogy a két hungarikumunkra előtt is tisztelgünk, mind a fűszérpaprika, mind a népviselet előtt, mind a kettő nagyon jelentősen megjelenik itt a pikniken. Hagyományt is őrzünk, szórakozunk, jó beszélgetéseket folytatunk. Szombaton este a kalocsai repülőtéren Hanvai PG melegítette be a közönséget, majd a Halott Pénz adott koncertet. Vasárnap a Viharsarok Táncszínház, valamint különböző hagyományőrző egyesületek műsorát lehetett megtekinteni az érsekkertben felállított szabadtéri színpadon. Végül a Magyar Nemzeti Tánc Együttes lépett színpadra a Kalotaszek című műsorukkal.